Köszöntöm Önöket, ez már a Pécs TV sportmagazinja. Február 14-én pénteken folytatódik a bajnokság a PVSE együttesének. A pécsi férfi kézilabda csapat az NB1-es bajnokság nyugati csoportjának 9. helyén tanyázik jelenleg. Hogy alakult, hogy alakul a felkészülés, történt-e játékos mozgás télen, illetve mik a további tervek, ennek járunk utána itt a Lauber Dezső sportcsarnokban. Felkészültek? Akkor rajt! Mielőtt rátérnénk itt a felkészülésre, meg a jövőbeni tervekre, tekintsünk egy picit vissza. Hogy sikerült számotokra az őszi szezon, hogyan értékelnéd? Azt gondolom, hogy igen sok problémával küzdöttünk, ami nem kifogás, illetve nagyon sok mérkőzésünk volt. A 11-ből 7 mérkőzés idegenben játszottunk, tehát ez sem egyszerűsítette meg a dolgunkat, de ezek nem kifogások, igazából nem úgy sikerült, hogy szerettük volna, ezt is be kell vallani őszintén. Azért dolgozunk gőzerőkkel, hogy ezt tudjuk javítani itt a második fél évben, és minden jobb fél évet tudjunk produkálni. Hogyan indultatok neki ennek a szezonnak? Úgyhogy egy szokásos 6-7-es felkészülési időintervallumot választottunk, napi két edzéssel készülünk, ebben a 6-7-ben ez körülbelül egy jó 50 foglalkozás jelent edzésekkel, edzőmérkőzésekkel együtt. Ez csúcsosodott most hétvégén, már terhelésbe. Innentől kezdve meg a finomításokon lesz a hangsúly, illetve a taktikai részén a felkészülésnek. Arról tudom, a 9. helyen áll a csapat. Ez így van, ott vagyunk, ott anyázunk, hát minél előbb szeretnénk jutni és minél előbb szeretnénk kerülni. Hogy zajlott a felkészülés? Azt mondhatom, hogy zökkenőmentesen a sérültjeink felépültek, teljes létszámba tudtuk elkezdeni a felkészülést, szerencsére a felkészülés közben se történt olyan sérülés, vagy bármi, ami hátráltatta volna a munkát. Én azt gondolom, hogy jó minőségű mennyiségű is, ahogy mondtam az előbb a számot, és ezt jó minőségben is el tudtuk végezni, illetve még van azért 2 hét, tegyük hozzá, reméljük, hogy ugyanígy folytatjuk tovább. Van-e lehetőség ilyenkor játékos mozgásra? Távozott-e valaki, esetleg érkezett-e? Nem is gondolkodtunk benne, de nagyon nehéz is a kérdésedre a válasz. Már talán ilyenkor új játékosokat. Megvan az a magunk, akivel, illetve a téli mozgásban azért a Sebestyén Csabának az érkezését meg kell említeni, aki a Pelszból érkezett hozzánk, ő mindenféleképpen erősítés számunkra, ismerős közegbe érkezett, hiszen korábban itt is játszott közöttünk, tehát az ő személyével kiegészülve megvolt az a mag, vagy most is megvan az a magunk, amivel szeretnénk megoldani ezt a feladatot. Sok volt az idegenbeli mérkőzésetek, de ahogy néztem az összes eredményt, volt jó néhány nagyon-nagyon szoros, néhány gólos vereség, egy gólos győzelem, tehát hogy elég sok volt a szoros meccs. Igen, ezt sem akartam a kifogások közé sorolni, de valóban volt 4-5 egy gólos mérkőzésünk, ami az utolsó 1-2 percbe dőlt el, és ezeknek a java részében egy győztes helyzetben is voltunk, és nekünk is állt az ászló. Mert ezek sok dolog, ugye egy gólos mérkőzések mindig apróságokon múlnak. Én azt gondolom, hogy ezeket az apróságokat most be tudtuk gyűjteni. Én azt gondolom, komplettebbek vagyunk. Ez a felkészülésünk, ritkán szoktam ilyet mondani, de sokkal jobban sikerült, mint maga a nyári alapozásunk. Úgyhogy bizakodva várjuk a folytatást és a bajnokság további részét. Jövő héten pénteken már ugye pályára léptek, hazai környezetben a felkészülés finisébe érkeztek, mi vár még a fiúkra ebben az időszakban? Hát most a héten ugyanúgy a napi két edzések megmaradnak, illetve pénteken, szombaton, vasárnap elmegyünk Horvátországba egy 3 napos csapatösszetartásra a tengerpartra. Ez ugyanolyan fontos, mint akár egy edzés a felkészülésbe, illetve jövő héten pedig már is kizárólag a taktikai rész, és az is a plerről fog szólni. Van-e célkitűzés tavaszra? Tudtok-e, szeretnétek-e feljebb jutni? Mindenféleképpen minden mérkőzésünket meg akarjuk nyerni, ki akarjuk használni, az hazai pálya adta lehetőséget, adottságokat, ugye ez 7 hazai mérkőzést jelent, idegenben is szeretnénk a pontokat hozni, nyilván úgy állunk hozzá, mint eddig, nem is ezért sikerült, hogy az első fél év sem minden mérkőzésünket meg szeretnénk, illetve meg akarjuk nyerni. Aztán meglátjuk, hogy ez a munka, amit most itt a 6 hét alatt is elvégeztünk, azok a tapasztalatok, azok a végjátékok, amik nem annyira sikerültek az előző fél évben, azok kicsit a szerencse kérdése is, hogy minden a magunk javára billenjen itt a második felében a bajnokságnak.
Rövidesen folytatódik a kézilabda edzés, előtte azonban arról, hogy hihetetlen izgalmakat hozott a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapatának Körmend elleni vendégjátéka, íme a találkozó összefoglalója. 5-4 másodperc, és ott van az ígyszer! Elképesztő! Ezzel az utolsó pillanatban szerzett Pongó Máté kosárral győzte le idegenben a Körmendet a Pécs. A mérkőzés elején azonban semmilyen jel nem utalt arra, hogy Matthias Zollner együttese elszenvedi első hazai vereségét a bajnokságban. A 9. percben ugyanis Taylor büntetőjével már 13 ponttal 23-10-re meglépett a Körmend. A második negyedben pedig két sportszerűtlen szabálytalanság miatt kiállították Dixet, a pécsiek addigi legjobbját. Majd a házigazda 47-40-es előnnyel mehetett a nagy szünetre. Dragan Alexic csapata azonban nagy meglepetésre nem érezte meg egyik legjobbjának hiányát, sőt, Smith kosarával a harmadik negyed közepén 53-53-ra egyenlített, majd a PVSK a folytatásban is tartotta a lépést a Körmenddel. A kiélezett végjátékban pedig Pongó Máté betörésével 80-79-re megnyerte a találkozót a Pécs, amely így 10 győzelemmel és 8 vereséggel áll a bajnokságban. Hogy látod az utánpótlás helyzetét kézilabdában a városban? Hát ez egy fogós kérdés. Nekem érzékeny pontom, én nagyon sokat dolgoztam is az utánpótlásról, és nagyon szerettem is az utánpótlást. Elég sok játékos is, mióta ez a 7. éve, hogy én vagyok itt a felnőtt csapatnak az edzője, igen sok ifjúsági játékos megfordult a felnőtt brigádnál, ezt a folyamatot nem is akarjuk megállítani, vannak tehetséges fiataljaink a saját ifjúsági korcsoportunkban, akik napi szinten velünk is edzenek, illetve egyre több játék lehetőséget is kapnak, akár csak a Bok Milán, akár csak a Gelbruno, akár csak a Gyéresi Attila, akár csak a Kocsis Botondra gondolok, vagy Kienle Dávid, Berényi Erik, úgyhogy mindenféleképpen gondolkodunk bennük, és szeretnénk őket minél beépíteni. Nyilván ez egy munkaidő igényesebb és egy hosszabb folyamatot vesz igénybe. Ami unblock illeti a Baranya megyei kézilabda utánpótlását, az inkább most nem mondanék semmi többet. Kézilabda Európa bajnokságot néztétek? Természetesen néztük, ilyenkor ez ünnep. Nekünk is követjük a mérkőzéseket, hiszen azért ez a csúcsa talán, én azt gondolom, a férfi kézilabdának, hiszen itt gyenge csapat nincs, nem úgy akár, mint egy világbajnokságon, vagy egy olimpián, ahol bele-bele csúszhat gyengébb brigád. Jó mérkőzéseket láttunk, és az is látszott, hogy itt a végére nagyon kilettek facsarva a csapatok, és kilettek facsarva a játékosok, és egy kicsit erőlködős, nem túl igencsak fáradt döntőt lehetett látni, de én azt gondolom, hogy egy nagyon színvonalos verseny volt végig, és jó mérkőzéseket tudtunk látni, és ezekből is tudtunk, vagy tudok én is akár tapasztalatokat gyűjteni. Ezt akartam volna kérdezni, hogy egy-egy mérkőzésen egy edző tud-e valami technikai, taktikai elemet eltanulni, ellesni, illetve egy-egy játékosnak jelenthet-e motivációt a jövőre nézve egy sikeres szereplés? Igen, ilyenkor az edzők is azt gondolom kíváncsian várják, hogy mi az, amit látnak újat, esetleg csapatok, játékosok taktikai téren, taktikai részről. Én minden mérkőzés megnéztem, amit nem láttam élőben, akár edzés miatt, akár más elfoglaltság miatt, azt visszanéztem. Tehát nem maradtam le egyetlen mérkőzésre, se természetesen abszolút érdekel, és vannak olyan dolgok, természetesen olyan apróságok is, amiket ki lehet természetesen emelni egy ilyen világversenyből is. Mérkőzések nem úgy sikerültek, illetve többet mentünk idegenbe, ami alapból nehezebb ugye így kezdeni a szezont. Nem úgy sikerültek a mérkőzések, ahogy számoltuk. Volt itt több egy gólos vereség is, ami sajnos nem a mi oldalunkra jött, úgyhogy ez miatt én úgy érzem, hogy a sokkal erősebbek is lehetünk volna ebbe az őszi szezonban. Igen, erről beszéltünk pont Gáborral is, hogy sok volt, egy góllal kaptatok ki ilyen mérkőzés, ezt hogy éli meg általában egy játékos?
nagyon nehezen, főleg csapatkapitányként egy motivációt adni egy gólos vereség utáni csapatnak, az nagyon-nagyon nehéz, és ebből föllábolni. Ugye ezen nagyon nagy mélygödök voltak így az őszezonban, amiből most viszont úgy érzem, hogy nagyon jó kilábaltunk, nagyon jó össze van szokva a csapat, és nagyon várjuk a tavaszi szezont. Hogy jöttetek ki ezekből a gödrökből? Mindenféleképpen motivációs téren kellett a csapatra hatni. Úgy érzem, hogy magukba roskadtak a játékosok, ugye egy gólos vereség után nagyon nehéz, ugye mondtad, felállni. Próbáltuk háttérbe Gáborral, illetve magamba ugye képviselni, hogy azért álljunk föl. Szerintem sikerült, és most tavasz az jó lesz biztosan. Volt esetleg közös EB meccs nézés? Volt mindenképpen, ugye ez is összehozza a csapatot. Többször is összeültünk meccseket nézni, ebből sokat lehet tanulni. Nektek sikerült az ebből valamit tanulni? Tehát mit tud tanulni egy játékos ebből? Hát maga motivációs téren szerintem sok mindent, illetve az, hogy ezek a fiatal játékosok, mint ahogy a magyarok is megállták a helyüket, ez nagyon nagy erőt adhat egy magyar csapatnak szerintem. Meglepetés volt a szereplésük szerinted? Az, hogy a csoportkörből tovább jutottak mindenféleképpen, az, hogy ott utána muzsikáltak, az is a végére szerintem az én véleményem, elfáradtak, de hát fiatal csapatról beszélünk, úgyhogy még nagyon nagy jövő áll előttük. Mit vársz a tavaszi szezonotoktól? Tavaszi szezontól ugye nyilván több itthoni mérkőzés lesz, ezeket az összeset meg szeretnénk nyerni. Ezen felül idegenből a hány pontot, annyit csípni kell. Én nagyon remélem, hogy odaérünk arra a bizonyos 6.-5. helyre, ahol mit számolunk is. Rövidesen folytatódik az edzés a PVS csapatával, előtte azonban jöjjön a heti 3-as rovatunk. Íme heti 3-as rovatunk első kérdése. Az egész világot megrázta Kobe Bryant halála. A legendás amerikai kosaras helikopter szerencsétlenségben vesztette életét. A tragikus pillanatban mellette volt 13 éves lánya is, aki szintén nem élte túl a balesetet. Arra voltunk kíváncsiak, hogy mit szóltak a szomorú hírhez rovatunk vendégei. Amikor először megláttam, hogy Kobe Bryant meghalt egy helikopter balesetben, azt gondoltam, hogy kacsa hír, de nem volt az. Hatalmas űr hagyott maga után. Mindenkit megviselt ez a baleset, és ahogy meghalt. Aztán kiderült, hogy kik voltak a gépen. Rajta volt több család is, illetve a lánya, 13 éves lánya is. Kobe Bryant nem csak egy játékos volt, egy különböző más mentalitást képviselt. Karriere után egy akadémiát is építetett, ahol a lánya is játszott. Hihetetlen, hogy egy másodperc alatt, hogy megváltozhat rengeteg családnak az élete és az egész világnak az élete. Mindenki meggyászolta Kobe-t. Kobe nem csak egy játékos volt, ő egy márkát képviselt, példakép volt nagyon sok ember számára, illetve az ő mentalitása páratlan volt. Egy legenda, akit soha nem fogunk elfelejteni. Sajnos rettentően szomorú, borzasztóan tragikus, de sajnos a világunkban ez már benne van. Ugye ő is abba hagyta a sportot, rettentően sokat utazott, repült, amíg sportoló volt, és amikor befejezte a sportot, akkor éppen a nagylányával ment volna edzésre, és lezuhant a helikopterük. Nem ő az első ilyen sportoló sajnos, aki ilyen tragikus balesetben veszíti életét, és nem is sportolói pályafutása alatt, hanem utána. Ugye Colin McRae is helikopterrel zuhant le, de maga a történet, ha nem egy ismert sportolóról lenne szó, akkor is szörnyű, és bár nem követtem pályafutását, de azért, mint mindenki a világon, tudom, hogy ő ki volt, és egészen biztos, hogy nagyon sokáig fognak emlékezni rá, és próbálják majd ápolni az emlékét. Ez a kérdés természetesen elsősorban nem a kosárlabdáról szól. Alapvetően humanisztikus beállítódású vagyok, ami azt jelenti, hogy számomra az élet és az emberi élet a legfőbb érték a Földön, amit mindenáron óvni és védelmezni kell. Sajnálatos módon azonban előfordulnak ilyen balesetek, amit nem tudunk elkerülni. Nagyon fontos, hogy azt az időt, amit kapunk, azt tartalmasan, jól, szépen töltsük ki. Úgy gondolom, Kobe Bryantről ez elmondható.
Sportsikerei mögött a tehetsége és a hatalmas szorgalma áll, ezért méltó példakép lehet mindenki számára. Jöjjön a heti 3-as rovatunk második kérdése. Egy évvel elhalasztották, így csak 2021-ben kerül sor a márciusra tervezett fedett pályás atlétikai világbajnokságra, aminek a kínai Nanjing lesz a házigazdája. Az ok az egyre nagyobb mértéket öltő koronavírus járvány. Már olyan megalapozatlan rémhírek is szányra kaptak, hogy a tokiói 2020. évi nyári olimpiai játékokat eltörlik. Vajon milyen hatással lehet a sportéletre a koronavírus terjedése? Nem csak Kínában, hanem más országokban is, illetve ennek hatása a sportra, esetleges kihatása a nyári tokiói olimpiai játékokra. Nagyon komoly és fontos kérdés ez, hogy ahogy látjuk, már Magyarország és Kína között is leállítottak jó pár repülőjáratot. Európában is megjelent már a vírus. Nem vagyok virológus, nem vagyok szakember, de amiket olvastam a vírusról, azok nagyjából azt mutatják, azt mondják, hogy egy influenza vírushoz hasonló vírus lehet. Tehát nagyrészt olyan emberek hunynak el a betegség következtében, akiknek valamilyen másfajta betegségük is van. Viszont egészen biztos, hogy ha elharapódzik a járvány, akkor veszélyben lehetnek ezek a nagy sportesemények. Ezért bízom abban, hogy minél előbb megtalálják vagy azt az oltóanyagot, vagy bármilyen ellenszert, amivel meg tudják gátolni azt, hogy valóban világméretű járvány alakuljon ki, ezzel veszélyeztetve akár az olimpiát is. A koronavírusra vonatkozóan azt tudom mondani, hogy hát ha valaki szereti a sportot, az én vagyok, hiszen testnevelő tanárként, edzőként, sportvezetőként is dolgozom, és jó magam is sportolok, tehát imádom ezt a területét az életnek, de nyilván vannak azért dolgok, amik ezt felülírják, tehát hogyha az emberek egészségéről van szó, akkor az sokkal fontosabb, mint a sport, ami azért mégiscsak valahol egy játék. Azt persze megítélni, hogy most ez a halasztás indokolt vagy nem, azt nem tudom, mert se megfelelő információval nem rendelkezem, és a kompetenciám sincs meg hozzá. Javaslom, hogy ezt döntsék el a szakemberek. Az élet minden területével így vagyok, hogy a szakemberekre bízom a döntést, akkor van a legjobb kezekben. Ha úgy ítélik meg, hogy nagyon nagy a kockázat, akkor szerintem ez nem gond, hogy elhalasztanak egy ilyen versenyt. Persze nem tudjuk, hogy a média mennyire nagyította ezt föl, és mennyire nem indokolt ez, vagy indokolt ez a pánikkeltés, de ebbe nem én fogok dönteni, meg valószínűleg nem is ti. Sportolói szempontból én ezt úgy gondolom, hogy sok éves munka vesznek árba, mert a sportolók mentálisan és fizikálisan is úgy készülnek, hogy itt ezen a versenyen teljesíteni tudjanak. Viszont ugye az ember egészsége mindennél fontosabb, így indokoltnak tartanám, hogyha eltörölnék. El is érkeztünk heti 3-as rovatunk harmadik kérdéséhez. Drasztikus változásokról döntött a Magyar Labdarúgó Szövetség. A következő 2020-2021-es idénytől 25 főben határozzák meg a játékos keretek méretét. A létszám kizárólag U19-es vagy fiatalabb korú futballistákkal növelhető. Az MLS továbbá fizetési sapkát vezet be, tehát korlátozza a játékosok összesített bértömegét. Jó az irány? Felvölgyi Jánost idézve, én szeretem a focit, szeretem játszani, szeretem nézni, és testnevelőként azt gondolom, hogy egy rendkívül jó sportág, hiszen imádják a gyerekek, főleg a kisfiúk, legyen az alacsony, magas, kövér, sovány, ügyes, ügyetlen, imádnak focizni, és hogyha nincs is sikerélmény, kisgyereket háromszor kicselezik, kap 4 kötényt, fejbe rúgják a labdával, és másnap megint jön, hogy tanár úr, ugye ma is focizunk, bár lenne egy ilyen sportág a lányok életében is. A futball közeget már nem annyira szeretem, különösen a magyar futball közeget. Én nekem van egy gondolatom erről, szerintem ahol a nem valós teljesítményért is nagyon komoly pénzeket lehet keresni, ott nem lesz valós teljesítmény. És a nemzetközi futball közegbe se tetszik az, hogy gyakorlatilag a társadalmi egyenlőtlenségeket, ami annyira jellemző napjainkban, hát nagyon szépen lehet látni a futballban.
Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez az intézkedés jó irányba mutat, persze az eredményével kapcsolatban azért nem vagyok naív. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó döntés. Ebben a 25 főben lehetnek rutinos játékosok is, és nagyon fontos a fiatalitás is. Ez, ugye, ezt az U19-es, illetve a fiatalabb játékosok képviselik. Fontos az, hogy bekerüljenek az idősebbek közé, tapasztalatot szerezzenek, és ez a döntés ezt támogatja. Illetve ugye meg van határozva, le van szűkítve a játékosoknak a bére, az összbére. Ezt úgy gondolom, hogy persze pénzért is megéri válogatottnak lenni, de a legfőbb oka, hogyha valaki válogatott lesz, az, hogy a hazáját képviselheti. Szóval nem hiszem, hogy ennek befolyásolnia kellene a válogatottságot. Egy jó irány lehet szerintem. Amerikában több csapatsportágban is meg van már határozva, hogy ki milyen béreket kereshet. Én nagyon bízom abban, hogy ha ez jól működik majd, akkor nem csak a labdarúgásban marad ez meg, hanem a többi csapatsportágban is bevezetésre kerülhet, mert ott is nagyon-nagyon elszaladtak az árak és a fizetési költségek, és ezzel ezt kordában lehetne tartani, illetve valahogy talán egyszerűbben eredményességhez is lehetne kötni. Három évvel ezelőtt ott egy komoly baleseted, ugye? Hogy megy a rehabilitáció, felépülés? Hogy dolgozol? Hát a rehabilitáció nagy része az, hogy az első évben történt meg, és hát abból visszamaradott egy-két sérülés, amit így nehezebben lehetett diagnosztizálni. Most azt hiszem, hogy 100%-os munkát tudok teljesíteni. Akkor ősszel még nem jutott el szóhoz? Hát az ősznek a második felébe inkább, ilyen november közepe vége felé csatlakoztam be, úgyhogy annyira sokat még nem tudtam hozzátenni a munkához sajnos, de most talán tavasszal több lesz. Lelkileg hogy élted meg ezt az időszakot? Hát azt hiszem, hogy az első részét azt nagyon sok dolgom volt magammal, és nagyon kellett figyelnem magamra, így talán könnyebben is telt az idő, hogy mindig volt mire figyelnem, amivel kellett foglalkoznom. Srácok azért előt adtak, itt voltál a meccseken? Természetesen, persze. Mindig jártam ki meccsekre, úgyhogy ez nagyon sokat segített, több volt a cél. Hogy értékelnéd a srácok, illetve a csapat őszi szereplését? Hát hullámzó. Talán ez lenne a legjobb szó rá, mert hát nagyon sokkal több pontot is szerezhettünk volna, de sajnos néhányszor mérkőzéseken belül is nagyon hullámzóan játszottunk, így hát nem úgy sikerült, ahogy azt vártuk, de hát remélhetőleg tavasszal azért tudunk javítani, és hát meg is lesz az esély. PVSF férfi kézilabda csapata tehát február 14-én pénteken délután játssza majd első tavaszi bajnokiát, drukkolunk a srácoknak. Ennyi volt mára a sportműsor, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozzunk egy hét múlva is, addig is, hogyha visszanéznék korábbi adásainkat, akkor ezt megtehetik a Pécs TV YouTube csatornáján. Viszlát jövő kedden!